Jó, kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Köszöntöm a járáshivatal megjelent képviselőit, a Probio ZRT igazgatóját, a füredi polgárokat, a sajtóképviselőit, a televíziónézőket is valamennyi érdeklődőt. Megállapítom, hogy a 12 fős testületben 12 fő jelen van. Az ülés hatalat képes, azt megnyitom. A meghívó szerinti napirendet javaslom tárgyalni az alábbi módosításokkal. Zárt ülés napirendjei közé javaslom felvenni a Balatonfélédi 2-es számú házi gyermekorvosi körzet ügye című előterjesztő az 5. napirendként. Az 1-től 4-es napirendeket nyílt, az 5. napirendet pedig zárt ülés keretében javaslom tárgyalni. Van egy kérdés vélemény a napirendekkel kapcsolatban? Aki egyetért, kérem készben tartásra szavazzon. Egyhangú döntés, köszönöm szépen. Ismertetem a testület ez év július 9-i és ez év július 23-i zárt ülésen hozott határozatait. 125 számú határozata a Balatonfélet városért Prógulba érdemért, mert adományozott Vastag György nyugalmazott középiskolai tanár részére. 126-os számú határozattal az év Balatonfélet vállalkozása kitüntetést Bertalan Tibor mesterforrásznak adományoztuk. 127-es számú határozattal Balatonfélet város díszoklevelét Troják Pálnak, a Balatonfélet Katolikus Egyházközség kántorának adományoztuk. 128-as számú határozattal felhatalmazta a testület a polgármester, hogy az Észak-Balatoni ZRT-vel szemben folyamatosan pereseljárás egyesség útján történő megszüntetését illetően teljes körűen eljárjon. 129-es számú határozattal felhatalmazta a polgármester a testület, hogy a lakidőlőt érintő közmű és útépítési projekt kapcsán az adott területen talált ingatlanok tulajdonosaival a közművesztési hozzás megfizetésre a megállapodást megkösse. 130-as számú határozattal a dr. Jaksics Medicina BT és az SKMed egészségügyi szolgáltató és tanácsadó Kft-t érintő ügyekben döntött. 131-es számú határozattal elfogadta az SKMed Kft. Képviseletében eljáró dr. Schwarz János Istvánné szakorvos további működésre adott döntését, és támogatja dr. Doma Viktória Bőr és nemi beteg gyógyász szakorvos személyes közreműködői formában töltő alkalmazását 2020. október 1. napjától. A július 23-i zárt ülési határozatok 140-es számú határozattal beszerzési eljárást hirdettünk fejlesztési felvételére, 142-es számú határozattal jóváhagytuk a BVSK, Nonprofit Kft. És az SD Kft. Részvételében megkötött együttműködési megállapodás módosítását, 143-as számú határozattal hozzájárult a testület a BVSK, Nonprofit Kft. És az SD Szállodafejlesztő Kft. Részvételében megkötött ráépítési jogot biztosító és földhatási jogot alapító szerződés módosításához. Előterjesztem a polgármester átadott hatáskörében július 9-e és augusztus 5-e között meghozott döntéseit, ami itt az ülés előtt a képviselők részére kiosztásra került. A napi rendek tárgyalása következik. Első, egyes jogrendeletek hatályon kívül helyezése. A 15. oldalon található az előterjesztés. Főjegyzőurat kérdem, hogy van-e kiegészítése. Nem csak annyi, hogy két időközben meghaladottá vált rendeletet helyezünk hatályon kívül, technikai kérdésről van szó. Köszönöm. Köszönöm. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Köszönöm, már előforrás bizottság véleményét kérdezem. A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetének elfogadását támogatja. Köszönöm, a településfejlesztő bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk a rendeletek hatályon kívül helyezését támogatta. Köszönöm, a pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Pénzügyi bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van egy kérdés vélemény? Ha nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. A kegyetért kérem készben tartással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangú döntéssel elfogadtuk. Következik a járművek közlekedésének önkormányzati utakon történő súlykorlátozása és az ilyen korlátozások feloldó behajtási engedélyek kiadásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A 20. oldalon található az előterjesztés. Az előterjesztésben változás vagy változtatás történt, ez elektronikusan kiküldésre került. Főjegyző urat kérem, hogy ismertesse a... Két markáns változtatás van a bizottsági szakban egyeztetett verzióhoz képest. Az egyik, hogy törlésre került a tevékenységhez kötött engedély lehetősége a rendeletből, tehát időszakra lehetséges kiadni, tehát úgy értem, hogy napokra.
Azért kicsit kiterjesztően próbálok fogalmazni, viszont beemelésre került a rendeletbe egy alkalmi engedély lehetősége, olcsóbb díja, tehát hogyha valaki egy alkalommal akar be, illetve kihajtani a védett úton, arra alacsonyabb díjjal egy új oszlop került beépítésre a táblázatban a rendelet végén. Ezek a markáns változások. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelő. Köszönöm, település vezető bizottság, amit kérdezem. Bizottságunk támogatja a rendelet van-e kérdés elfogadását. És az észrevételeink. Köszönöm. Akkor, hogyha nincs, akkor javaslom, hogy ezen módosításokkal a most kiküldött egységes szerkezetű rendelettervezetet fogadjuk el. A vélepőként készen tartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm szépen. Következik a harmadik napi rendi pont. Településrendelési eszközök módosításának a jóváhagyása, a 27. oldalon található az előterjesztés, az előterjesztés terjedelmes pedéket elektronikusan kiküldésre került. Deák urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Köszönöm, nincs. Egy relatíve hosszú folyamat, majdnem azt mondanám, hogy végére tennénk pontot, de ez így nem igaz. Hét terület tekintetében még nem hoztunk döntést, ami gyakorlatilag az egységes csomag részét képezte. Öt terület kapcsán a testület további egyeztetést rendelt el. Ezek az egyeztetések folyamatban vannak. Remélhetőleg további egyeztetésre majd tovább tudjuk küldeni ezeket az anyagokat. Legalábbis egyeztettünk az érintettekkel az öt terület tekintetében. Egy terület kapcsán nem fogadta el évrendszerünket az állami főépítész, azt tovább kell egyeztetni, és van egy terület, ahol korlátozást rendelt el korábban a testület, azt pedig később akarjuk eldöntetni. A hatályba léptető rendelkezéseknél módosításra került ugye az, hogy 12. bekezdésig és nem 13. Ennek figyelembevételével javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletmódosítás tervezetet. Jó. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek. Köszönöm. Település vezető bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk mindkét határozati javaslatot és a rendelettervezetet támogatta. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A két határozati javaslatot és a rendelettervezet elfogadását támogatjuk. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, vélemény? Parancsán. Vegyük ki azt az egyet, és a többit beszavaz, képviselő úr, tehát azt meg tudjuk tenni. Jó, nagyon szépen köszönöm a bejelentését, képviselő úr. Akkor technikailag azt javaslom, hogy fogadjuk el a két határozati javaslatot, ezt követően a rendelet tekintetében két részre bontjuk a rendeletet, és akkor úgy egységesen fogunk majd a végén szavazni, jó? Aki a határozati javaslatokat elfogadja, azt kérem, mind a kettőt, azt kérem készfenntartással szavazzon, egyhangú döntés. Akkor javaslom, hogy azokat a kérdéseket, amiben képviselő úr nem érintett, azokat a módosítási részeket, aki ezzel egyetért, azt kérem készfenntartással szavazzon. Amiben képviselő úr érintett, az az egyetlen egy tétel, akkor ott képviselő úr nem vesz részt a szavazásban. Aki azt elfogadja, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés, és aki most a rendeletmódosítást elfogadja ezekkel a változtatásokkal, az kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés, köszönöm szépen, és akkor rögzítsük, hogy az egyik szavazásnál dr. Hajba képviselő nem vett részt a határozat hozatalban. A negyedik napi rendi pont a képviselőtestet az önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012-es önkormányzati rendeletének a módosítása. A képviselők megkapták elektronikusan kiküldésre került följegyzőt. Kérdezem, hogy van-e kiegészítése. A jogi bizottság véleményét kérdezem. Köszönöm szépen. A Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. A Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztés rendelet tervezetének elfogadását támogatja azzal, hogy kerüljön kiegészítésre az alábbiakkal az e rendeletben foglalt az önkormányzati követelésekről szóló lemondás követelések elengedése szabályozásának figyelembevételével. Köszönöm, a pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Az
előterjesztés rendelettervezet elfogadását támogatja a pénzügyi bizottság. Azt a kiegészítést szeretnénk kérni, hogy az értékesítés döntéséig át a rendeletben meghatározott forgalomképes vagyontárgyak elégedésére vonatkozó értékhatárok szerint állapítson. Jó, oké. Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény? A bizottság mondja meg, hogy mit jelent gyakorlatilag ez a véleménye? Mert azt értem, amit a pénzügyi bizottság megfogalmaz. Tehát a pénzügyi bizottság azt szeretné, hogy gyakorlatilag a követelések értékesítése vagy követelésről lemondás tekintetében ott is érvényesüljön az értékhatár. Tehát ugye 1 millióig polgármester, egy meg nem tudom mi között pénzügyi bizottság, ugye ezt mondja a pénzügyi bizottság, ugye? Ez világosan érthető. Szerintem a humán erőforrás is ezt akarja mondani. Pontosan. Ugye? Csak egy kicsit másképp van. Igen, ügyvédőnök adom meg a szót. Egyezik, a két javaslat egyezik, ez teljes mértékben elfogadható. Talán egy különbség volt még, hogy a kiinduló értékre is, hogy megfontolásra hoztam javaslatba, hogy értékbecslés készülhetne. Tehát nem feltétlenül, tehát hasonlóképpen, mint a forgalomképes ingatlanoknál, hogy ingatlanokra lehet értékbecslést csinálni, egy követelésre is lehet, és akkor az lehetne egy indulási alap. Egyébként támogatom a pénzügyi bizottságnak a szövegezését, ne egyezik. Igen, de nem. Én szerintem ne rakjuk keretek közé magunkat. Szerintem azzal, hogy gyakorlatilag az értékhatár megvan, úgy mindegyik jogosult szervezet majd eldöntheti, hogy milyen módon kíván ezzel élni, és amennyiben úgy gondolja, hogy az érték meghatározása bizonytalan és segítséget kér, akkor dönthet arról, hogy szakértő véleményét kérje, de ne tegyük kötelezővé minden esetben a szakértő meghatározását. Ráadásul követelések tekintetében, meg megtérülések tekintetében, ahogy látom, szerintem viszonylag egyszerű matematikai műveletet kell végre hajtani. De mondjuk, amikor mondjuk azt kell föltérképezni, hogy tényleg mennyiben várható mondjuk a megtérülés, vagy milyen vagyoni háttérrel rendelkezik az adó, stb. Ott dönthet úgy akár a bizottság, akár a testület, hogy szakértőt kér, és szakértőt rendel ki. De ne tegyük kötelezővé, én azt kérem. Ez teljes mértékben elfogadható. Köszönöm. Akkor én a pénzügyi bizottság javaslatát, van-e kérdés, vélemény? Én a pénzügyi bizottság javaslatát tenném föl szavazásra, ami gyakorlatilag tartalmában úgy veszem észre, hogy megegyezik a humán erőforrás javaslatával, csak ez számomra egy picit jobban emészthető, mint módosító indítvány. Aki támogatja ezt a módosító indítványt, ezt kérem készben tartásra szavazzon. Egy hangú döntés. Aki a rendelet módosítást elfogadja, ezt kérem készben tartásra szavazzon. Egy hangú döntés, köszönöm szépen. Bejelentések, interpellációk következnek. Parancsolnak. Híres vagyok. Ákos. Judit. András. Ügyvéd úr. A bizottság ülésen is említettem, hadd tegyem meg itt is, hogy a gyógytéren gyönyörszép környezetben van egy sarok átelemben a Kossuth kuttal. Ismereteim szerint Anna Kut néven szerepelt valami kékkő programba, de torzóként megmaradt, nem került befejezésre. Javaslom, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőséget, hogy ez megvalósítható-e. És még egy észrevételem lenne, a ismereteim szerint a közelmúltban a szívkórház jelezte a betegének, hogy a Kossuth kútból ne igyanak, mert fertőzött. Magam is arra jártam, nagyon erős, nyilván nem a fertőzés, nem vagyok egy szakértő, hozható talán összefüggésbe, de erős szennyvízszag volt. Ugyanakkor a köz fogyasztott a kútból. Hát javaslom annak a megfontolását, hogy egyáltalán ezeknek a kutaknak, ha nincs is, nem jó az ismeretem, akkor elnézést kérek, van-e olyan felelőse, ami rendszeresen és folyamatosan tudja azt ellenőrizni, hogy ezeknek a kutaknak a minősége megfelelő fogyasztása. Köszönöm. Röviden szeretnék, fölmerült itt többekkel beszélve, hogy Balatonfehér lakosok úgyis most elég érzékenyre válnak erre a marha nagy tömegre, még hogy hogyan lehet a strandhoz jutni, hogy kedvükbe járnánk és nem egy világcsodája lenne,
megfontolásra javasolnám, hogy ne kelljen külön igazolványt kiváltani arra, az képes igazolványt igazolja, hogy füleni, hanem a lancimkártyát fogadjuk el, és azzal engedjük be helyben. Ez egyik egy javaslatom. Másik még csak egy vélemény, hogy ezzel a koronavírussal különböző vélemények vannak, megosztanak, én szerintem utána teszi, aki bagatellizálja, viszont vannak törvények, rendeletek, az én értelmezésem szerint az nem választható kategória, az be kell tartani. Most számtalan üzletben gyönyörűen ki van plakátolva a kormányrendelet, és a kutya nem tartja be, és a kutya nem ellenőrzi. Ezzel lejáratjuk magunkat, nem tudom, mondom, csak a rendőrség ellenőrizheti, de ha lehetne egy figyelemfelhívást az üzlet üzemeltetőjének, vezetőjének, hogy ez nem vicc, és nagyon komoly büntetés jár vele, de nem ez a nagyobb baj, hanem az a nagyobb baj, ha valaki megfertőz mást, úgy, hogy a rendeletet nem tartja be. Köszönöm szépen. Köszönöm, Takácsnak a válaszot. Kérdés és javaslat is. A kérdésem az lenne, hogy régebben volt olyan önkormányzati rendelet, ami azt tartalmazta, hogy idegenforgalmi időszakban nem lehet a utakat, utcákat, közterületeket felbontani, építeni, stb. Tehát most nem volt időm utána nézni, hogy ez még él-e ez a szabályozás. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy van-e ilyen. Ha nincs, akkor pedig javasolnám, hogy adandó alkalommal rendelet módosításba ezt vegyük bele. Ennek az az apropója, hogy nem olyan régen még a Szabadság utca gyakorlatilag járhatatlan volt, onnan lehet megközelíteni a Honvéd szanatóriumot, az Annabellának a gazdasági bejáratát, egy parkolót, nagyon forgalmas utcáról van szó, a Tagore sétány onnan közelíthető meg, és igen intenzív építési, bontási munkák voltak ott az utcán, ami idegenforgalmi szezonban, hát minimum, hogy nem kívánatos. Jó, tehát ez lenne a kérdésem, illetve a javaslatom egyrészt. A másik az, hogy hát ugye nagyon sok eső esett az elmúlt napokban többször. Balatonfüreden hagyományosan tudjuk, hogy nagy probléma a csapadékvíz elvezetés. Nekem küldtek egy fényképet, ezt most szeretném azért megmutatni, mert nagyon érdekes. Ez egy csatornatető, ami jól látszik, hogy egy gesztenyefa nő a csatornában. Egy gesztenyefa. Hát most akkor lehet számolni, hogy mennyi ideig tart az, amíg belepottyan egy vadgesztenye, utána kihajt, kicsirázik, elkezd növekedni, és eléri ezt a méretet. Ez nem önkormányzati fenntartású út mellett van, csak mondom zárójelben. Ezzel csak arra próbálok utalni, hogy a csatornáknak a tisztítása, karbantartása nagyon fontos lenne. Azért, mert Balatonfüreden a településnek a nagy részén eleve nincs csapadékvíz elvezetés, tehát ömlik az utcákon, főleg a meredekebb utcákon, patak formájában az esővíz, amikor nagyobb esők vannak, ebből sok volt mostanában. Ez balesetveszélyes, hordalékot visz magával, nem kell sorolni, hogy mennyi minden miatt nem jó. Az, hogy Füreden egy komplett csapadékvíz elvezető rendszer kiépüljön, meg se tudom satszolni, hogy hány milliárd forint lenne, rengeteg így utólag, és hogy mivel járna együtt ez. Tehát ezzel a helyzettel valamennyire ugye együtt kell élnünk, de ezeket a csatornákat még egyszer itt csak mutatom, hogy miről van szó, tisztítani kellene. Jól emlékszem rá, néhai Kutas Árpád, amikor mutatta nekem, hogy Dudarról, Várpalotáról, Ajkáról hoztak ide Füredre munkanélküli bányászokat, és ők tisztítgatták a lefolyókat, hogy el tudjon folyni a csapadékvíz. Most még ezt lehetne ragozni és hosszan mondani, hogy milyen érdekes jelenetek voltak, amikor föltört a Tagore sétányon a víz, és miket hozott magával, de ez egy élő és meglevő probléma. Tehát erre szerettem volna csak fölhívni a figyelmet. Most tört föl a Tagore sétányon a víz. Ott a Balaton étterem előtt van a csapadékvíz elvezetőnek a csatornája, ami el szokott tömődni. És ez lett volna, még egy másik témát szeretnék megemlíteni ezen kívül. Nem olyan régen itt a posta mellett kivágták a fasort. Ugye van, aki szerint cserje, hát azok fák voltak, a legvastagabb átmérője 60 centi volt körülbelül, úgy 40 évvel ezelőtt ültették el ezeket. Ugye sokan azt mondják, hogy a tuja az egy tájidegen fa és egy értéktelen növény, ahhoz képest tele van a város vele, mert
mindenhol ezt ültetik az emberek, de attól még ez lehet így. Egy biztos, hogy az én felfogásom szerint egy olyan fa, ami 40 évet megér, épp és egészséges, az egy érték, akkor is, ha nem védett, és akkor is, hogyha nem egy különleges faj. Én feljegyző urat megkerestem ezzel kapcsolatban, és sikerült tisztázni, hogy azért itt törvénysértés valószínűleg nem történt, szerencsére. Azzal együtt én azt szeretném csak most mondani, hogy nem kellene kivágni, akkor sem, ha potyog, akkor sem, ha eltömít valami csatornát, azt a csatornát ki kell tisztítani. Oda mentem, megnéztem, azt szerintem amióta megépítették, 30-40 éve nem volt kitisztítva ott, mindegy, hogy miért. Tehát tisztítani kell. Arról nem beszélve, hogy a környéken van egy csomó lombos fa, azoknak szintén potyogni fog a fedevelők, és újra el fog tömődni az a csatorna. Tehát a dolognak az a lényege, hogy itt 22 darab olyan fát vágtak ki, amit én szerintem nem kellett volna. Balatonfüreden borzasztó mértékben fogy a zöld terület. Tehát miközben az önkormányzat ezrével próbálja, ezrestételben próbálja a fákat erőltetni különböző forrásokban és pályázati pénzekben, és ez nagyon jó. Mellette magánterületen, intézményi területen pedig fogy. Most már ott tartunk, hogy nem akarok nagyon belemélyedni ebbe, de a városnak a klimatikus viszonyaiban, a mikroklímájában is érzékelhető, az több fokkal melegebb van a város közepén a nyári időszakban, mint akár a város szélein, és lehetne ezt még így tovább mondani. Nem gondolom, hogy ezt nagyon kellene magyarázni. A lényeg, hogy én azt szeretném kérni mindenkitől, aki ebben illetékes lehet, hogy ahol meglévő zöld növényzet van, legalább azokat próbáljuk megvédeni, megóvni és megtartani. Még akkor is, hogyha esetleg ellentmondásos vagy furcsa a helyzetük. Itt a posta mellett, amiről én beszéltem, egy szép kis park kezdett kialakulni sok év alatt. Árnyékot adtak ezek a fák, a szelet megfogták, tehát mindenféle szempontból esztétikailag is jól nézett ki. Most pedig egy csupasz folt van a helyen. Láttam, hogy ültettek oda növényeket, csak most majd akkor 30 évet kell várni, amíg azok újra megnőnek és akkorák lesznek. Ez a probléma ebben az egész dologban. Ezt szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönöm. Páfini Anginak adom meg a szót. Nem egy friss problémát feszegetnék, hanem mondhatom azt, hogy ez egy időt probléma, és örülök, hogy itt van körünkben Somogyi László úr, a Probio vezérigazgatója is. Nem az ő felelősségük, amit elmondanék, de úgy gondolom képviselő társaim is, polgármester úr is, meg akik a városban igazi lokálpatriótáként élnek, azok nagyon nehezen élik meg. Egyre nagyobb mértékben elharapozó, egyre csúnyább összképet mutató illegális szemétlerakások, illegális szelektív gyűjtési lerakások, képesek emberek itt Füreden arra, hogy kiviszi a Koloska völgybe, és ott teszi le a hulladékát. Arról nem is beszélek, lakótelepen ugye készítettünk pont az, hogy próbáljuk mederbe tartani, és küllemre elfogadható szelektív gyűjtőszigeteket kialakítani, nem csak a szelektívet hozzák a város egyéb részeiből, hanem ételmaradékokat, konyhai hulladékot, egyéb, amit aztán a rókák is, netán a kutyák is kibontanak. Tehát mind a mellett, hogy piros pont, mert tényleg hetente kétszer azok a, szinte mondhatom azt, hogy azonos arcok, akik ezért felelnek, oda jönnek, összetakarítják, egy óráig rend van, akkor jó érzésben menni egy ilyen szelektív gyűjtőbe. De lehet, hogy egy nap múlva, vagy másfél nap múlva már iszonyatos viszonyok vannak. Nem tudom, hogy hogyan tudnánk, tudom, hogy ebben a mi felelősségünk is, rendeletünk van, szabályozva van, megvannak az árak, csak valahol, hogy lehet szerződést kötni. Nem tudom, hogy lehetne mindenkinek kötelezővé tenni, hogy kötelező hulladékszállítási szerződést kötni, ha nem akar kukát venni, akkor legyen kötelező neki éves viszonylatban megvenni ezeket a feliratos, hamar lebomló zsákokat, amiben kiteheti, mert elszomorító látvány egy-egy ilyen alkalom, amikor az ember pont egy ilyen, még nem takarítottak és nem tudták elvinni. A másik, hogy nagyon gyakori, megint csak
azt kell mondanom, hogy a lakosság meg az itt tartózkodóknak a mentalitására utal, hogy az út melletti kis hulladékgyűjtők, ami a gyerek csoki papírjára vagy eldobni egy szívószálat sütítőt arra van, elegánsan, rövidebb, nem megyek el a konténerhez, belenyom egy szakpak zsákosat a tartóba, és akkor megint, tehát nem tudom, hogy hogyan tudnánk egy picit előre lépni, mind a mellett, hogy ehhez kell a lakosságnak is, meg az ide látogatóknak is a hozzájárulása, hogy legyen büszke arra, hogy hol él, és becsülje meg, ne az legyen, hogy megszabadulni a szeméttől. Tehát ebben nem tudom, mondom, nem mostani probléma, időt probléma, és nem lehet egy csettintéssel vagy egy rendelettel ezt megoldani, de valamilyen úton, módon meg kell próbálnunk lépni, mert a probió nem fogja győzni. A másik, hogy ezeknek a nagy tömegű hulladékoknak senki nem fizeti a hulladék ártalmatlanítási, megszállítási díját. És hát akár a Facebookon, akár a honlapon is, hogyha olvassuk, sokan fotókat készítenek, ha mernek szólni, akkor csúnyán visszaszólnak, vagy még uram bocsán meg is fenyegetik, és hát mondjam, nem a 30 éves lejárt régi kocsikákkal, hanem menő márkás autókkal jönnek, tehát nem anyagi nehézségei lennének, hogy kifizetni a hulladékszállítást. Tehát ezen mindenképpen most már a szezon lemegy, de az, hogy ez egy új jelenség, hogy a Koloskába örömünkre kitettek két konténert pont ilyen céllal, hogy az ott keletkező szelektívet, egyebet, és akkor képes kimenni és ott letenni a hulladékát. Tehát nagyon fölháborító. Köszönöm. Köszönöm. István? Köszönöm. Zoltán, megkérlek. Hajgó úr, mit tette fel a gyógytéri idézéles annak utat? Ez valóban, amikor ez a légkőpálya készült, akkor volt egy ilyen elképzelés, hogy ott majd meg fog jelenni egy annak utat szimbolizáló képzőművészeti alkotás. Ott a kőfalban ki is lett hagyva egy falfülke. Annak idején a művelődési osztályvezető kollégám gondozta és próbálkozott erre majd megoldást találni. Mutatom, még nem sikerült, de szerintem nem annyira torzó az a kis falfülke. A Kossuth kút vizet úgy, mint minden egyéb savanyú vizes vizet rendszeresen laborvizsgálat alá vetjük. Ez kötelezettségünk is. Amennyiben a laborvizsgálat azt igazolja, hogy alkalmatlan a víz emberi fogyasztásra, akkor elzárunk minden kifolyót, és a táblával is jelezzük, és fertőtlenítés követően még egy laborvizsgálat történik, és amikor alkalmas fogyasztása, akkor nyitjuk meg újból. Takács úr, a nyári szezonos bontási tilalom konkrétan nincsen, a rendeletben igazán a nyári szezonban a 12-től 15-ig terjedő időszakban tilos mindenféle zajos tevékenység folytatása, illetve vasárnap és ünnepnapokon egész évben. Csapadéki zervezetésről annyit, hogy a rendszereink karbantartása minden tavasszal megtörténik, illetve ezen kívül, hogyha nagy esőzés van, és eldugó bárhol víznyelő rács vagy folyóka, azt igyekszünk kitisztítani rövid időn belül. Fejlesztés tekintetében pedig az elmúlt időszakban is két jelentőset hajtottunk végre. Vázsonyi út környékén, ami évek óta nagy gond volt, építettünk csapadékvízelvezető rendszert, illetve a Szabadság utcait tettük teljessé. Illegális szemétre tudunk valamit mondani? Hát, nyilvánvalóan mi is elítéljük az ilyen lerakást, ahol tapasztalunk, igyekszünk begyűjteni, illetve ahol lehet ott, és valami nyoma van, hogy kitől származik, ott eljárást indítunk. Egyébként pont az irodánkban is van egy ilyen összeszedett zsák, ahol egyértelműsíthető, hogy kitől származik, folytatjuk az eljárást ellene. Köszönöm szépen. Annak úgy tekintetében azt még gyakorlatilag koronavírus előtt, vagy a veszélyhelyzet előtt volt egy bejárás, a cserépúr foglalkozik ezzel, tehát rá kell kérdezni ismételten, hogy ez hogy áll, mert ez több éves tartozás, én azt gondolom,
meg kell nézni, hogy ez hogy áll ez az ügy, és szerintem maximum költségvetési kérdés ennek a kezelése, rendezése. Nagy Jenő úr, amit felvetett, lehet akár egy ilyen módosítás irány, megfelelő módon kell akkor módosítani a rendszerünket, hogy lakcímkártyával is be lehessen menni. Ugye a szabályosnak az volt a lényege, hogy a állandó lakosok azok a bizonyos kedvezményekre legyenek jogosultak a városban, és azok legyenek jogosultak a kedvezményre, akik a közösség szembeni kötelezettségeiket teljesítik. Tehát a jogszabályokat betartják, a adójukat befizetik, ez pedig csak lakcímkártyából nem lehet ellenőrizni. Ha más dolgot szeretnénk elérni, akkor azt majd meg kell tenni. Most már javaslom, hogy egy-két hét van vissza, talán két hét a strandszezonból, ez már így ne nyúljunk hozzá, de ez volt az egésznek a logikája. Ez nem egy-két éves gyakorlat, tapasztalat, meg szokás, meg jogi szabályozás, hanem nem tudom, ami volt az eszemet, tudom, ez vagy amíg itt vagyok, ez már itt van. A lakcímkártya alapján nagyon sok dolog nem lesz majd ellenőrizhető, és olyanok is kapnak majd kedvezményt, akik a várossal szembeni kötelezettséget nem teljesítik, de ez testületi kompetencia, tehát a testület jogosult eldönteni, hogy mivel ad kedvezményt és mivel nem ad kedvezményt. Üzletek tekintetében az illetékeséget megkeressük, tehát az üzlettulajdonosokat is, legalábbis a nagyobbakat felhívjuk, meg megkérjük a rendőrséget, hogy vizsgálja meg a képviselő úr által fel elmondottakat. Takács képviselő úr, utakat ne lehessen felbontani. Az útépítés egy speciális munka, tehát én azt látom, hogy ilyen áprilistól októberig, november közepéig végezhető jó szívvel. Most idegenforgalmi szezonnak mit tekintük, június 1-től vagy augusztus 31-ig, az azért az 3 hónapos időtartam. Nagyon sok esetben elég nehéz vállalkozókat találni, tehát most már nem az a helyzet, hogy tömegével állnak sorba a munkákért, meg gyakorlatilag egyéb akadályozó tényezők is közbe jönnek, mert valaki mondjuk nem végez, vagy egy elektromos kiváltás nem történik meg, ami itt megtörtént például a Szabadság utcában. Ez eldöntendő kérdés, hogy az önkormányzat, hiszen saját megrendeléseiről van szó, mit csinál, vizsgáljuk meg, és a 2021-es munkák tekintetében én kérem a javaslatokat, hogy hol és mit lehet, vagy milyen módon lehet végezni ezeket a munkafolyamatokat. Ha valaki beáll egy munkába útépítés kapcsán, ahol ne adj Isten bármilyen módon közmű is érintett, nagyon sok meglepetés elő jöhet, de meg kell vizsgálni ezt, én azt gondolom. Én nem nagyon örülnék, hogyha a teljes idegenforgalmi szezonban leállítanák ezeket a munkákat, mert akkor bármi jöhet, hogy akár az egész, meg mit tekintünk annak, meg az egész építési forgalmat állítsuk le. Tehát nézzük meg, vizsgáljuk meg. Szerintem egy elég szigorú csendrendeletet alkalmaz Balatonfüredi önkormányzata. Nagyon kevés önkormányzatnál van ez meg. Tehát minden vasárnap tilos mindenfajta zavaró tevékenység, azon túlmenően meg van határozva, hogy reggel mikor kezdhető el ez a munkavégzés, és meddig folyhat, és hát szezonban pedig dél és három között gyakorlatilag egy erős csendelet van érvényben, ahogy Koslagor is elmondta, de lehet ezt tovább szigorítani, tehát kétségtelenül. Sajnos mindenfajta építési tevékenység az kellemetlenséggel jár. Vizsgáljuk meg, lehet, hogy nem általános jelleggel, vagy csak bizonyos frekventált területeken kéne ezt kiírni, de hangsúlyozom, akkor is előfordulhatnak olyan előre nem várt körülmények, amik akadályozzák a munka végzést. Csapadékvíz elvezetés tekintetében konkrét ominózus aknát kérem, hogy vizsgálja meg. Kosler úr. Nagyon sok esetben ez szóba került. Talán ez az év, hogy eddig még ilyen hatalmas felhőszakadásszerű esők olyan volumenben, mint a következő előző években még nem is voltak. Szerintem sokat lépett a csapadékvíz elvezetés tekintetében előre a város, mert ha valaki emlékszik, hogy mi szokott lenni a Szabadság utcának a végén a Tagorsétánynál, mi szokott lenni gyakorlatilag a Zákonyi utcában, mi szokott lenni a Helka előtt, mi szokott történni más
területeken, a zsinagóga előtt mi volt a lezúló víznél. Ezeket a kérdéseket sikerült megoldani. És remélem, hogy az ezt követő fejlesztésnél a top 2-ben még legalább az a 2-3 kardinális terület, egy Arácson lévő csapadékvizelvezetés, ami gyakorlatilag a Felső Muskátli úttól kezdve oldaná meg az Arácsi belső résznek a csapadékvizelvezetését, a Noszlopi utca környéke, meg még egy terület, amit úgy fontosnak tartunk, de nagyon sokat léptünk előre. Gondoljunk csak azt, hogy mennyi kritikát kaptunk a Felsőváros tekintetében a Franciska Gékeltől egészen leig. Tehát ezek a bejelentések most már azért csökkentek, annak ellenére, hogy vannak gondok, meg vannak problémák. És aminél több helyen csapadékcsatornát építünk fölül, és próbáljuk a vizet ebbe bevezetni és levezetni, az a víz meg fog jelenni valahol alul, tehát még nagyobb csöveket és befogadókat kell valószínűleg építenünk. Tehát ez mind mérlegelés meg döntés dolga. De én azt gondolom, hogy a csapadékcsatornák tisztítása a városban alapvetően megoldott. Alapvetően fejlesztési oldalról sokat léptünk előre. Remélem, hogy a top 2-be azt a 3-4 helyet, ami problémaként jelentkezik, de kettőt mindenféleképpen meg tudunk oldani, és akkor gyakorlatilag pontszerűen fog ez a kérdés megjelenni. De biztos, hogy meg fog jelenni, mert mindenfajta beavatkozás egy következő beavatkozást fog indukálni. De hangsúlyozom, nagyon sok helyen pozitív előrelépések történtek. Az én véleményem szerint a posta melletti tujasor, nem tudom, szakmailag érdeklődött a Probionál, vagy a kertészetnél képviselő úr, vagy a Facebookról veszi az ismereteit, választói nyomás alapján. Én azt gondolom, tehát ugyanezek a kérdések bennem is felvetődtek, tehát gyakorlatilag bejárást is tartottam a munkavégzés elől. A református iskola egy pályázat segítségében korszerűsíti a pályáit. Egy fölnőtt, összenőtt tuja sor volt ott. Szakmailag azt gondolom, hogy a Probió kertészet egyetértett ennek a kivágásával is egy új, modern, korszerűbb parknak a létre jöttével. Alapvetően azt szeretném elmondani, hogy törekszünk minél több zöld területnek a kialakítására és fa ültetésére, és törekszünk betartatni a HÉSZ-nek az előírásait, hogy a szükséges kötelező zöld felületet ezt biztosítsák. Szerintem ez építéshatósági kérdés, tehát itt a kormányhivatalnak és az ellenőrzés kapcsán azt gondolom, hogy van szerepe ezek ellenőrzésében, mert én is tapasztalom, hogy sok helyen a burkolt felületek aránya az jóval nagyobb, és hát kérem képviselő urat, hogy majd amikor a mostani szabályozási tervet fogjuk tárgyalni, azt támogassa azt, hogy lakóingatlanok tekintetében, meg ingatlanok tekintetében minél inkább próbáljunk töregedni a nagyobb zöld felületre. 5-10-15%-kal próbáljuk általános jelleggel a zöld felületű arányokat növelni, és mind közterületen, mind pedig a lakóterületén minél több fa ültetését biztosítani. Szeretném elmondani, hogy alapvetően lombos fa ültetését, mert szerintem sokkal nagyobb az értéke, én azt gondolom, és sokkal inkább idevaló egy lombos fa, mint más. Ebbe kérem a képviselőknek a segítségét. Tárjunk fel esetleg olyan utcarészleteket, ahol még fákat lehet ültetni, zöld területeket. Elég sok zöld felületet alakítottunk, én azt gondolom. Gondolok itt a történeti temetőknek a rendezésére. Én nagyon bízom abban, hogy tudjuk folytatni ezt a zöld felület fejlesztést a 13 hektárnak a megvásárlásával, ami a hajógyárral szemben van, a fölötte lévő forrásos 4 hektáros területre, és az a fölött közparkként megjelölt szintén 4 hektárra. És hát mellette van két nagyon rendezetlen terület, ugye, aminél pedig most döntöttünk szabályozási tervileg, hogy ott is közparkot kíván kialakítani az önkormányzat. Tehát egyetértek képviselő úrra, hogy minél több területen ültessünk fát, akár kerítésen belül, akár közterületen, növeljük a zöld felületi arányokat, és lehetőleg mindenkit próbáljuk meggyőzni arra, hogyha tud, akkor lombos fát ültessen, ami
nem tájidegen itt a környezet. Lakossági faültetési akció is. Igen, igen. Kosarú mondja, hogy volt lakossági faültetési akció is, amit szeretnénk megismételni mindenképpen és minden képviselőnek azt javaslom itt a konkrét ügy tekintetében, hogy a Probiónak a szakértőivel is egyeztessen, jó? Én ezt megtettem. Köszönöm szépen. A kerészeti biológus környezetvédelmi szakértő, környezetvédelmi jogászban. Probió szakembereivel beszéljen, én azt gondolom, hogy szerintem a Probió az mintaszerűen látja el a városi zöld felületeket. Nagyon szépen köszönöm akkor a testületülés nyilvános részét, azt én berekesztenem, és 5 perces technikai szünet után az egy zárt ülési napirenddel folytatjuk majd az ülést. Megköszönöm a jelenlévőknek, hogy eljöttek, és a televízió nézőktől pedig elbúcsúzom, és mindenkinek további szép hetet kívánok. Köszönöm szépen!